Figyeljetek, most meg az a játék, hogy, hogy elhívhatok valakit koncertre. Na. Mindenkinek tudom a számát. Na, kit hívjunk vissza? Jó estét kívánunk! Ez itt a telefonon visszahívós, a koncertünkre elhívós műsor. Itt a Trump úrzenekar beszél. Na, hát lehet telefonálni, jelentkezni. Ó, már hallom is a vonalban, ki az? Klárika vagyok, bivaj baszodról. Üdvözlek, Klárikám, miben segíthetek? Hát, valami jó kis koncertet nem tudna nekik javasolni. Jaj, dehogy nem, Klárika. Ismeri a Trump úr nevű formációt? Hát, csak így hallomásból az anokámmal, mintha mesélt volna róla. Na, nagyszerű, érdeklődjön nála többet, mi pedig azt mondjuk, hogy a Wembleybe fogunk fellépni jövő hét szombaton, este 8 órás kezdéssel. Jó, megpróbálok letotyogni. Nem olyan drága a repi, egy futja a nyugdíjból. Na, viszont hallásra. 12 éves kislány. Halló! Szerbusz, kicsim, miben segíthetek? Csókolom, bácsi! Az az igazság, hogy anyukám amúgy nem tudja, hogy én most telefonálok, mert amúgy MLD-as a vonal, meg ilyenek, de hallottam, hogy van ez a betelefonálós játék. Persze, nagyon jó helyen vagy. Miben segíthetek? Hát, csak annyi lenne, hogy egy valami jó kis rendezvényt tudna ajánlani. Persze, mennyire kamázod a rockzenét? Hát, én inkább ilyen... Én ilyen poppos vagyok inkább, én azokat hallgatgatom. Shakirát, meg ilyesmit szeretem nagyon. Figyelj, a kedvedért még olyat is tudunk játszani. Úgyhogy csak gyere el a koncertünkre, a Trump úr nevű formáció, a... Milyen Garden? Mi volt annak a neve? Kindergarten. Igen, Kindergarten-ben fogunk fellépni. Méghozzá két hét múlva, péntek este 18:35-től. Jó, rendben, majd kérek pénzt anyukáméktól. Rendben, kicsim, várunk szeretettel. Szia, szia! Viszlát! 50 körüli milliárdos magyar boomer. Haló. Haló, tessék, jó napot kívánok, kivel beszélek? Én Kovács Zoltán vagyok. Szej, jó napot kívánok, üdvözlöm, Zoltán, miben segíthetek? Nézze, én nem tudom, mennyire hallatszik a hangomon, azért van nálam cash egy kicsike, de nem tudom, mire kéne elverni, úgyhogy valami jó kis bulit már rég éltem. Már oké, hogy így ízik a kollégákkal, meg a vezérigazgatóval, most volt ilyen otthoni nyaralás, meg ilyen kis sütögetés ott a 500 milliós villámba, de hát most na, azért megúnyja az ember ezt is egy idő után. Rendben van, Zoltán, akkor ajánlhatok önnek egy koncertet? Miféle koncert? Hát nézze, egy kicsikét ilyen pörgősebb, rockosabb, de mindenféle műfajból lehet válogatni. Nem tudom, esetleg megfelelne önnek? Hát nézd, hát most mit mondjak el, látnom kéne, hogy ezt így elhiggyem, de hogyha még tudsz valamit mondani, amivel meggyőzöl, akkor úgy esetleg működhet a dolog. Hát nézze, Zoltán, esetleg annyit tudok javasolni, hogy hallgasson ránk a különféle felületeken. Még ugyan feltörekvő banda vagyunk, de nem sokára a Wembleybe fogunk játszani. Úgyhogy javasolnék önnek egy zenehallgatást, illetve egy koncert élményt, méghozzá április 29-én este 19:25-től a Wembleybe. Úgy hallom, hogy maga tényleg egy tehetős ember, szóval nem fogja megterhelni a pénztárcáját. Hát ez mondjuk igaz, ja. Hát ez nem lesz probléma. Na, hát akkor megveszi a kis családnak a jegyeket? Ránézek. Jó, köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Ciao.